Sziasztok! Arra tettem figyelmes, hogy elég nagy népszerűségnek örvend az a videóm, amiben azt mutatom be, hogy miket vásároltam Ausztriában, ami növényi alapú, ami vegán termék. És ebből arra merek következtetni, hogy ez mások számára is hasznos, érdekes, és azóta azért egy párszor voltunk át Ausztriában vásárolni, de nem igazán örökítettem meg ezeket a kis kiuccanásokat. Viszont most úgy döntöttem, hogy folytatni fogom ezt a jó szokást, és időnként azért töltök fel majd hasonló videókat. Hasznos lehet ez azok számára, akik Ausztriában élnek, akik a határhoz közel, esetleg itt Sopronban, vagy akik csak kíváncsiak arra, hogy külföldön mihez lehet hozzájutni, amihez esetleg Magyarországon nem. Vagy akiknek kint van ismerősük, aki időnként hazajár, és szívesen hozatna vele haza mindenféle izgalmas dolgokat. Most az egyik kedvenc boltomban voltunk, a Kaufenspar, vagy Kaufunspar, ami utóbb a Cherry nevet kapta. Két üzletük van Ausztriában, az egyik ez az Igendorfja, a másik meg Neunkirchenben, ide fölírom a pontos címeket. Tulajdonképpen ez egy olyan hely, ahol azok a termékek kerülnek összegyűjtésre és hát értékesítésre, ami más boltokból így megmaradtak, és vagy nem volt rájuk kereslet, vagy közeli a lejárati idő, esetleg már le is jártak, de még a fogyaszthatósági határon belül vannak, tehát nem ilyen extra régen jártak le, és ilyen brutális nagy árkülönbséggel lehet itt megvásárolni ezeket a dolgokat. Viszont ezek a termékek többnyire nem állandó termékek, vannak, amiket gyakrabban föl lehet lelni, vannak, amik egy idő után kifutnak és elfogynak, szóval addig érdemes bevásárolni, amíg van miből. A boltnak van egy ilyen élelmiszer szárazárú része, vannak fogyasztott cuccok, meg vannak ilyen, hát ilyen műanyagok, tárolóedények, mindenféle konyhai felszerelés, akkor az ilyen legváratlanabb dolgok, mondjuk ilyen, mit is láttunk a múltkor, ilyen masszázs ágy, esernyők, tehát hogy ilyen teljesen vegyes, hogy éppen mi van. Nyilván szezonális dolgok mindig szoktak lenni, de minden sokkal-sokkal olcsóbb, mint normál körülmények között más boltokban, viszont a minőség teljesen korrekt. Na lássuk is, ezekről van szó, mindjárt ki fogom őket pakolni egyesével, pár szót mondok róluk, és valamelyik sorokban majd látni fogjátok, hogy mennyibe kerültek euróban, illetve satszpekkelbi forintrát számítva. Ezeket a dolgokat vásároltam, így nem tűnik túl soknak, viszont több darabot is vettem belőlük, mert elég jó áron voltak. Van, amiről tudom, hogy finom, van, amiről sejtem, hogy nem lehet rossz, mert nem igazán lehet elrontani. Úgyhogy lássuk is, bocsánat a belógó macska testrészekért. Megpróbáltam őket leszedni erről a takaróról, viszont visszamásztak, és ha kiraknám a szobából őket, akkor kaparnák az ajtót, nyelvugnának, és az senkinek nem lenne jó. Ez az, ami nem látszik. Ilyen Dream márkájú termékkel korábban az Aldiban, ami ugye kint Hoffer találkoztam, különféle joghurtok voltak, ugyanilyen nagy dobozos kiszerelésben, viszont ilyen növényi tejet még nem ittam azelőtt. Hát bízok benne, hogy finom lesz, mert több darabot is vettem, de hogyha a joghurtokból indulunk ki, akkor nagy baj nem érhet. Természetesen vegán logós, és ahogy láthatjátok, rizs és kókusz alapú. Nem szoktam igazán üdítőket, vagy ilyen boltban kapható teákat inni, csak olyat, amit én készítek, és azt is ilyen cukor, meg mindenféle nélkül, de gondoltam most ezeket kipróbálom. Ebből a csokoládéból háromféle is volt, a másik kettő az ilyen sima magas kakaótartalmú. Én ezt választottam, mert elég lassan fogy nálunk az a csoki, ami nem édes, vagy töltött, vagy krémes, vagy valami hasonló, ugyanis évről évre egyre kevésbé vagyok csokoládés. Itt láthatjátok a különféle értékeket és az összetevőket. Ha gondoljátok, ilyenkor állítsátok le a videót, és akkor alaposabban meg tudjátok nézni. Ezt a zselés cukrot Gáborom találta, és meglepő módon abszolút vegán kompatibilis, ugyanis agar-agarral került zselésítésre ez a cukormassa. És még a színezékekkel sincsen gond, de nem találtam benne se kármint, se semmi furcsaságot, úgyhogy abszolút jó. Oké, mondjuk nem nekem, mivel se a zselés cukrot, se a gumicukrot nem szeretem, de tudom, hogy nagyon sokan szeretik, köztük ugye a párom is, szóval jó kis találat, azt gondolom. A következő az szintén ilyen Gáborféle találat, én ebből sajnos nem fogok tudni enni, mivel glutén tartalmaz, ez zöld borsó, ilyen csilis bontában. Ami számomra igazán újdonság, ugyanis eddig csak a mexikónos kukoricát, meg ugye a földi mogyorót láttam ilyen különféle bontákba bújtatva, szóval kíváncsi vagyok, hogy Gábor mit fog mondani rá. A következő egy olajbogyós pástétom. Ahogy látjátok, kesúdió alapú, mindenféle fűszer is van benne, úgyhogy remélem, hogy finom lesz. Mert hagyományos vegán logó nincsen rajta, rá van írva, hogy bio, vegán, laktóz és gluténmentes. Hát bízunk benne, hogy finom lesz, mert ezek a konzervek, ez a vagy nagyon igen, vagy nagyon nem, legalábbis nálam. Végül, de nem utolsó sorban, itt van ez a Terra márkájú zöldségchips, ami nem ez a hagyományos burgonyaszirom. Szerintem ezt Magyarországon is láttam már, vagy az Aldiban, vagy a Lidben. Azt hiszem a Tesco-ban is, de még azt is el tudom képzelni, hogy minthogyha a Rossmann polcai láttam volna kisebb kiszerelésben. Csak hát sajnos nyilván nem annyiért kínálták, mint amennyiért én most be tudtam szerezni, úgyhogy vettem belőle többet. Bár az összetevői érdekesebbek, mint egy sima burgonyacsipsznek, hát nem egy diétás jószeges sem. Ez a köleses egytelétel maradt ki, amit elfelejtettem. Gyanús is volt, mert kicsit kevésnek tűnt, amit megmutattam. Ebből kettő csomaggal vettem végül.
Szóval ezeket vettük, szerintem tök jó kis körút volt, megnéztük még az Interspert, ugye ez is ott van a közelben, illetve megnéztük az Aldit, ami odakint Hofer, és ott is vettünk pár dolgot, de azt most már nem akartam ide belekeverni. Azt szeretem ebben a boltban, hogy mindig tényleg találok valami olyan új dolgot, ami előtte nem volt, és igaz, hogy sajnálom, hogy nem minden az állandó kínálat része, de kicsit olyan ez, mint a turizás, hogy mindig jön valami olyan újdonság, aminek így tud örülni az ember, hogy nem mindig ugyanaz van. Szóval én szeretem ezt a boltot, és hogyha van lehetőségetek, arra jártok. Más nem, akkor egy negyed órát szálljatok rá, amíg ott körbesételtok, azért van látnivaló bőven, most ki is lett bővítve az üzlet kb. Hát háromszor akkora, mint amekkor eddig volt, el lehet ott tölteni időt, de tényleg, tehát szerintem egy ilyen kis kicses bánya. Na hát akkor köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Közeljövőben tervezek hasonló videókat, mert látom, hogy ti is örültök neki. Én is szeretem őket elkészíteni, úgyhogy csupa öröm és boldogság mindenki számára. Ha gondoljátok, akkor iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le, ha esetleg még nem vagytok feliratkozva, vagy ha van valamilyen kérdésetek, kérésetek, bármi, akkor írjátok meg. Hogyha unatkoztok két videó között, vagy szeretnétek további érdekes dolgokat látni, akkor látogassatok el a vegánotest.hu-ra, oda szoktam mindenféle értékeléseket, meg egyebeket írni. Hogyha ez a videó tetszett, akkor valószínű, hogy amiket ott találtok, az is tetszeni fog. Többnyire ilyen ételteszteket készítek, hogy vendéglőkbe megyünk el, ott fotózgatok, hogy milyen fogások vannak, szóval ilyesmi. Köszi még egyszer, hogy itt voltatok. Sziasztok!